Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok a kabinból. A DVLA az olyan lehet, mint nálunk a közlekedés felügyelet. Tehát nekik joguk van kiszedni ugye a különböző autókat, teherautókat és műszakilag átvizsgálni. Teherautó sofőrként nem nagyon szeret az ember ilyen közlekedés felügyeletes emberekkel találkozni. Ez soha nem egy jó ómen. Olyan, mint a rendőr, hogyha akar, úgy is talál hibát. És ha akar, akkor ha be akar büntetni, akkor meg fog büntetni. Hát itt nem szeretnék kifizetni több száz fontos büntetéseket, hogy miért nem szeretem őket, mert egyébként engem megbüntettek már egyszer. Történt ugyanis, hogy az életem legelső itteni saját melója volt. Fölvettem egy Skoda Octavia kombit ezzel a Mercivel. Tehát akkor már saját magamnak dolgoztam, tehát az az első munkám. Le kellett vinnem egy Skoda Octavia kombit Londonba az emberrel együtt. Ugye ott pont a környékükön robbant le, valami ismerőséhez jött. És lényeg, hogy az ismerőse mondta, hogy jó, szokott látni valahol egy-két utcával lejjebb egy autómentőt, hogy menjen oda, kérdezzem meg. És én pont ott kint voltam, szereltem az autót, egy autót, és akkor oda jött hozzám az ember, és mondta, hogy hát neki lerobbant az autója, itt a nem tudom, valamilyen rokonához jött, és hogy le kéne vinni őt Londonba. Hú, mondom, hát első ügyfelem, fú, de jó, mondom, leszólt az utcán. Tehát ott ugye a házunk előtt. Mondom, persze, megoldható, de itt mondom, van egy kis munkám még ezen az ügyfeles autón, tehát az autónak, az ügyfélnek az autóján, de utána mondom, megoldható, hova kéne menni, meg hogy mi lenne. Mondom, tehát Londonba kéne levinni egy Skoda Octavia kombit, kék színű volt, emlékszem mai napig. Mondom, jó, rendben, milyen ár? Hát mondom, majd kiszámolom az árat egy fél perc, és akkor elkezdtem kalkulálni, számolgattam, ugye mérföldek, órák, meg ilyesmi, mondta neki egy árat, azt mondja, jó, ez jó neki, már nem emlékszem, mi volt az ár. Lényeg az, hogy mondta, hogy ez jó neki ez az ár, hogy akkor hogy csináljuk. Hát mondom, befejezem ezt a munkát, mondom, adj egy telefonszámot, hogy hol vagy, mondom, fölhívlak, oda megyek, és akkor mondom, beülsz, és akkor lemegyünk Londonba. És mondta, hogy nem kell megkeresnie, vagy megkeresnem őt, mert hogy megy még az autó, de hogy állítólag valami olyan baj van, hogy a hosszú távú utat nem javasolják már vele. Hát mondom, jó, akkor hozd az autót, és akkor majd fölpakoljuk. Jó, rendben. Befejeztem ott az ügyfeles munkát, és utána hívom az embert, hogy jó, rendben, akkor kész vagyok, gyere ide, és akkor fölrakjuk az autódat, és lemegyünk Londonba. És akkor oda is jött, fölraktuk az autót, és szépen elindultunk lefele, és megyünk. És hát ugye én annak idején, amikor ez a legelső munka volt, akkor én nem nagyon számolgattam még, hogy mennyi az autónak a pontos teherbírása, mit vihetek, mit nem vihetek. Hát úgy sejtettem, hogy mondjuk egy ilyen nagy böszme dögöt nem rakok rá, de mondjuk egy Skoda Octaviát, vagy egy valami kombi autó, normál autónak simán tulajdonképpen bele kéne férnie a teherbírásba, a hivatalos teherbírásba. És lényeg az, hogy beültünk, ugye elkezdtünk beszélgetni, elindulunk lefelé az autópályán, nem jöttünk el Stoke-on-Trenttől, én nem akarok hazudni szerintem, 20 mérföldet se, egyszer csak bejön elém egy ilyen DVLA-s autó, ugye ez a közlekedés felületes autó, ezek ilyen általában ilyen Ford C-maxok, meg ilyen ilyesmi kategóriai autók, ugye fő vannak matricázva, és van egy ilyen kis világító, ilyen kis reklámtábláik, vagy nem tudom, mi, hogy hívják ezt. És akkor arra ugye kirágják a feliratot, hogy follow me, hogy kövessem őket. És akkor közben villognak ugye ilyen kis piros ledek a két oldalán az autónak. Tehát egyértelműen ők kiszedtek minket. Mondom az embernek, na mondom, hát nézzenek oda, mondom, ilyen se volt még, hát mondom, életemben először, mondom, szed ki engem a DVLA. Mondom, meglátjuk, mi lesz. Hát ugye tudni kell, hogy ők különböző ilyen szervizállomásokon vannak jelen. Van egy jó pár saját ellenőrzőpontjuk is, de van, amikor csak egyszerűen egy ilyen nagyobb benzinkútnak a parkolójában ők félreállnak, felállítanak ilyen mobil mérőállomást, és akkor ott ők félrehúzzák az autókat, beviszik ebbe a parkolóba, és akkor ott megmérik ugye a tengelyterhelést, átnézik az autót, ha van tahográf, akkor azt leellenőrzik, tehát egy ilyen
közlekedésbiztonsági felülvizsgálatot csinálnak tulajdonképpen. Hát mondom, nekem az autóm rendben van, hát pont ugye azelőtt nem sokkal vettem, ugye mint mondtam, ez az első munkám. Tehát mondom, rendben volt rakva, futóművet megcsináltam, lengéssilapítókat, fékeket, mindent. Tehát szóval rendesen rakva az autó, mondom, semmi baj nem lehet. Egyedül annyi volt vele a baj, hogy néha-néha akkor még egy alkatrészre vártam a motorhoz, és néha-néha elment a turbonyomás az autóból, tehát akkor nem volt akkora ereje. Ment az autó, csak turbo nélkül, tehát picit ilyen lustább volt. És szerintem azt tűnt föl nekik, hogy olyan kicsit lassabban megyek az átlagnál az autópályán. Pont egy emelkedőn voltunk, és mentem én mondjuk a átlag emberek mondjuk mennek 60-65-tel, én meg mentem mondjuk 50-55 körül. Picit lassabb voltam, mert ugye pont akkor így elment a turbonyomásom, és akkor ezt úgy tudtam, hogy ilyen idézőjelesen megcsinálni, hogy megálltam az autóval, leálltottam a motort, újraindítottam, és akkor visszajött a turbonyomás, és akkor mentünk tovább. És ez nem tudom én, mondjuk meg kellett csinálni abban az időben, mondjuk 40-50 mérföldenként. És pont az a lényeg, hogy lassan mentem, gondolom az egyik szemet szúrt, hogy miért megy ilyen lassan az autó. Mert gondolom azt hitték, hogy nagyon túl vagyok terhelve. Lényeg az, hogy kiszedtek a sorból, levittek egy ilyen parkolóba, hát így észgultam, hát mondom, életem első ilyen közlekedésfelügyeletes vizsgálata volt, hát mondom, most mi lesz, hogy lesz? Mondják, hogy hát ellenőrzés van, mondom, hát semmi gond, hát mondom, nem volt még soha ilyen, amit kell csinálnom, mondták, hogy álljok föl erre a mobil mérlegre. Lényeg az, hogy ugye hiába 3,5 tonnás a teherautó, ugye ez nem azt jelenti, hogy megmérik, és mondjuk elő lehet 1 tonna, hátul meg 2,5, mert akkor az 3,5. Tehát ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy 3,5 tonna az összterhelhetőség, de meg van hagyva, hogy mondjuk tengelyenként elő lehet mondjuk 1600 kiló, a hátsó tengelyen meg mondjuk lehet összesen mondjuk 1900. De hogyha úgy értelemszerűen, mivel az autómentőnek ugye a platóján van fönt az autó, ezért a hátsó tengerek sokkal nagyobb a tengely terhelése. És lényeg az, hogy úgy van, hogy ha 5%-kal lépi túl az ember a megengedett tengelyterhelést, akkor még azt mondják, hogy jó, rendben, ez kicsit túl van, de ez még belefér az emberi tévedés tűrés határába, tehát tulajdonképpen nem várják el az embertől, vagy legalábbis ezek ilyen kicsit ilyen nyújtható szabályok, tehát nem várják el az embertől azt, hogy mindig mindenki tudja, hogy az éppen fölvett autó milyen nehéz. Mert ugye minden autó más súlyú, igen, vannak benne minden autó általában ilyen weight plate, tehát ez ilyen súlytáblázat, hogy melyik autó milyen nehéz. De azt mondják, hogy ha te ránézel egy autóra, és mondjuk a te autónak a teherbírása mondjuk 1600 kg, és mondjuk 80 kilóval több az autó, vagyis a tengelyterhelés, akkor azt még elnézik. Tehát 5% az még belefér abban, hogy jó, ez tévedt, egy picit nehezebb, de azért észre közlekedjél vele. 10%-nál, tehát a tengelyterhelés 10%-kal lépett túl, akkor azt mondják, hogy ennyi, kapsz egy büntetést, de még megengedik, hogy elmenj a célállomásodra. Tehát mondják, hogy oké, rendben, mondjuk 1600 kilós tengelyterhelés mondjuk 160 kilóval több, akkor az már kicsit túl van a emberi tévedés határán, tehát már tudnod kellett volna, hogy túlsúlyos vagy, vagy tudnod kell, hogy túlsúlyos vagy, de még elmehetsz a célállomásig, de viszont büntetést fogsz kapni. E fölött pedig nem mehet sehova az ember. Tehát le kell rakni az éppen fölvett autót, és ott kell hagyni, és aztán őket kurva nem érdekli, hogy oldja meg az autómentős, vagy az ügyfél, vagy bárki, hogy tűnik el onnan az autó. Az a lényeg, hogy te avval az autóval tovább nem viheted. És ráadásul ez a Skoda Octavia kombi, ez meg is volt még rakva ráadásul. Tehát voltak belerakva ilyen székek, meg egy asztal, ilyen, egyszerűen gondolom, hogy kapott a ajándékba a ismerősétől ez az ember egy ilyen étkező garnitúrát, és bele volt még rakosgatva az Octaviába. És lényeg az, hogy mondják nekem, hogy hát sajnos ez itt a vége van az útnak, mert nem tudunk tovább menni. Mondom, miért, mi történt? Azt mondja, az első tengelyterhelés az még jó, viszont a hátsó tengelyterhelés az, figyelj, 10,7
0,7%-kal túl van megengedetten. Tehát tulajdonképpen 0,7% miatt nem mehettem tovább. És akkor vaciláltunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne csinálni, és mondta az ember, hogy hát meg van rakva az autó, ami fönn van a platón, tehát azt mondja, hát szedjük ki a székeket meg az asztalokat, és akkor hagyjuk itt. Hát mondom, mi az, hogy hagyjuk itt, hát hogy hagyjuk itt egy autót? Mondom, én nem 20 mérföldre megyek innen, hanem el kell mennem minden 150 mérföldre, hanem Londonba megyek. Hát mondom, mit hagyom a széket, asztalt? Mondom, ellopják. Mondom, elviszik. Hát azt mondja, ő nem tud mit csinálni, hogy ez egy megoldás van. Egyéb esetben, tehát a büntetés az már fix, mert ugye az úton voltam túlsúlyosan, de ez egy megoldás van, hogy tovább akarunk menni. Hát kérdezem ugye az ügyfelet, mondom, figyelj, hát mondom, baj van, mondom, nem mehetünk tovább, le kell raknom itt az autódat, mert mondom, túlsúlyosak vagyunk. Mondom, én nem tudtam, hogy ilyen komoly szabályok vannak itt, hogy ezt így ennyire nézik. És lényeg az, hogy mondtam egyébként még a közlekedés felületes, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a szék meg az asztal, ez alapvetően nem lenne még egyébként sem elég, hogy kivegyük és hogy tovább mehessünk. De meg lehetne próbálni, és akkor mondom ügyfélnek, hogy mi legyen. Hát azt mondja, nem tudja, most mit tudunk csinálni. Mondom, nekem ötletem nincs, mondom, nézd, hát mondom, mint mondtam is neked, mondom, te vagy az első ilyen fuvarom, most vettem az autót. És, ja, meg mondta ugye, ami még fontos volt nekem, hogy én azt hittem, hogy az autó, az én autóm maga, az mondjuk olyan 1800 kiló körül van. És akkor ugye föl tudok venni, körülbelül 1700-at. Mert ezt mondta nekem az eladó. Hogy hát ő nem tudja pontosan mennyi a súlya, de olyan 1800-1900 kiló körül van ez az autó. És akkor ebből indultam ki, hogy mondom, elhiszem neki, amit mond, hát ő évek óta ezt az autót használja, mondom, akkor ő biztos tudja, hogy mit beszél. Hát ez hiba volt részemről, most utólag tudom, mert soha nem szólt inni az embernek, mert mint utólag kiderült, ez az autó alapértelmezetként, tehát amikor nincs alatta semmi, akkor 2200 kiló. Tehát ami elég nehéznek számít autómentők között. Ugyanis ez nem egy autómentő bed, vagy autómentő, vagy autószállítónak a teste van tulajdonképpen, hanem ez egy hűtős autó volt régen, lebontották ugye a dobozt, megmaradt az alsó rész, és akkor ahhoz hozzá lett építve még egy kis keret. És akkor mondja ez a közlekedés felügyeletes csávó, hogy az a baj ezekkel az autókkal, hogy mivel egy hűtős doboz kell szállítaniuk, ezért egy nagyon-nagyon masszív vasból készült keret van neki csinálva. Tehát ezek a alapértelmezetben ezek a sima felületek, amire tulajdonképpen ráparkolok autóval, ez nem az autómentőzés lett kitalálva, ezért van egyébként, hogyha láttatok már autómentőt, akkor az csak nagyon két ilyen vékonynak tűnő ilyen létravázra van csinálva tulajdonképpen, hogy minél kevesebb anyag legyen benne, ugye, hogy minél könnyebb legyen az autó. Na most ez nem, ez kőkemény acélból van csinálva az egész, és nehéz, mint a sár. Tehát kiderült, hogy 2200 kiló az autó saját maga. De ez nem ott derült ki, amikor a csávó mondta nekem, hanem én ezt utólag elmentem egy súlymérő hídra, és megkértem, kifizettem érte 20 fontot, mondom, hogy meg szeretném mérni az autón mekkora. És akkor megmértük, és 2000, velem együtt ilyen 2170-2180, majdnem 2200 kiló. Plusz ugye benne vannak a spanniferek, és megvan teljesen tankolva, hogy ez plusz súly. Tehát lényeg az, hogy engem átbaszott az ember, mert azt mondta, hogy 1800-1900 kiló, közben nem, hanem 2-300 kilóval nehezebb, és pont ez a 2-300 kiló, ez nekem nagyon hiányzott akkor konkrétan, hogy ne büntessenek meg. Tehát lényeg, hogy én ott mérges is voltam, és akkor mondom az embernek, hogy a közlekedés felügyeletesnek, hogy most mit tudok csinálni. Tegyem le az autót, hát büntetés lesz, és hogy nem tudtam, milyen nehéz az autó, kérdezi tőlem. És mondom, de tudtam, mondom, nekem azt mondta az előző tulaj, hogy 1800-1900 kiló, hogy nem, és akkor mesélte ezt, hogy tulajdonképpen ezeknek az alsó váza tulajdonképpen az tele van rakva vassal, mert ugye egy nagy doboz kellett annak idején tartaniuk, ezt a hűtős dobozt. Na lényeg, a sztorinak az a lényege, hogy ott kellett hagynom az autót, és megbeszéltük az emberrel, hogy én most vissza kell mennem ugye Stoke-on trendbe, mert nem tudom őt elvinni, hogy hagyjuk ott az autót a parkolóba, ő bezárja az autóját, és én visszaviszem
az ismerőséhez, akinél volt ugye Stoke-on trendben, és majd ők ott összedúlják a fejüket, és akkor megbeszéljük, mit lehet csinálni, hívnak majd esetleg egy nagyobb autómentőt, aki el tudja őt vinni esetleg Londonba. És mondta neked, hát sajnálom, ma nem tudok mit csinálni. Mondom, hát ez, én sem számoltam ezzel, mondom, én azt gondoltam, hogy kényelmesen beleférünk a súlyatárba, mondom, mert nem egy valami hatalmas nagy összkerékhajtású terepjárat, viszont csak egy Skoda Octavia kombit. Jó, hát semmi gond, hát most ez így jártunk, legalább megtudtuk, hogy mi a helyzet ebben az egész autómentővel kapcsolatban. Lényeg, hogy akkor ott bezártuk a kocsit, mondom, elmegyek még tankolni, és akkor utána visszamegyünk. Nem is tankolni mentünk, hanem hogy megállunk a benzinkúton, ugye ott arrébb kellett menni a parkolóból, hogy lerakjuk az autót, ott leraktuk az autót, és bementünk a WC-re, ugye elintézve a dolgunkat, majd elindultunk volna vissza a Stoke-ba, indulnék a teherautóval, és nagyon nehezen tudok kormányozni, mondom, mi az Isten van ezzel a teherautóval? Kiszállok, nézem, hát a bal első kereket valami vasdarab kivágta, de vagy egy ilyen 2 centis vágás lett a keréknek a belső oldalán, és teljesen leengedett. Úgyhogy még így emelő a irdatlan nagy szopás mellé még bejött egy pótkerékcsere is, hál' Istennek, még szerencsé volt pótkerekem, és ki tudtuk cserélni, hát el tudjátok képzelni, hogy akkora volt a fejem, mint egy görögdinnye, vagy mint egy kosárlabda, síkideg voltam, tehát az autót le kellett raknom, megjön majd a büntetés, kérdeztem, egy büntetésre számoljak, hát ők nem tudják, de ilyen 300 font körül, mondom, 300 font büntetés azért, mert 7%-a nehezebb vagyok, igen, mert hogy nagyon sok probléma szokott lenni, meg blablabla, bla, bla, és hogy akkor emberek így próbálják visszaszorítani ezeket a idézőjelben felelőtlen autómentősöket, meg ilyesmi, mondom, milyen felelőtlen autómentős, mondom, átbaszott az előző tulaj, és mondom, picit túl vagyok a súlyom, most egyből 300 fontos büntetés kell kapni, hát ők nem tudják pontosan, de ez ezt ugye majd a közlekedés felügyeletnek a éppen illetékes osztálya fogja kiszabni ezt a büntetést. Tehát mondom, kurva jó, tehát írdatlan mérges voltam. Értsétek egyébként, hogy most mondok egy számot, körülbelül az egész fuvarért kértem volna 250 fontot. Ezt képest megbüntetnek 300 fontra, egyébként ugye ez évekkel ezelőtt volt a megjött a büntetés, tényleg 300 fontot kellett kifizetnem büntetésre. Tehát tulajdonképpen egy ilyen írdatlan nagy szívás volt az egész, meg is büntetnek, az embernek is kellemetlen, és ráadásul még defektet is kaptam. Tehát egy ilyen agyrém volt az egész. Tehát innentől fogva én megláttam egy ilyen közlekedés felügyeletes autót, nem tudom, görcsbe ránt a gyomra, és így rosszul vagyok tőlük. Tehát mondom, hagyjatok engem békén, csak hadd csinálják egy kis pénzt magamnak. Mondom, nem engem, vannak tőlem sokkal, de sokkal rosszabb emberek, akik tényleg tudatosan csalnak, lopnak, hazudnak. Én csak egyszerűen próbálok valahogy elevickélni itt az életnek a tengeren egy pici pénzt csinálni. Egyébként az ember megoldotta, hazajutott valahogy Londonban még aznap, egy másik autómentős elvitte őt. Én nagyon így azóta, hogyha tudom, hogy egy picit esetleg túlsúlyos vagyok, vagy esetleg valami nem teljesen kerek, akkor inkább ilyen alsóbrendű utakon így a kertek alatt elbújok, mert én nem akarok itt az autópályán összefutni velük. Ők egyébként az eseteknek a 90%-ában az autópályákat ellenőrzik, mert itt van rengeteg baleset abból, hogy a közlekedésre nem alkalmas autókkal fuvaroznak. Nem csak az autómentősök, hanem mindenki. Áruszállítók, kamionosok, teherautósok, mindenki. Sokszor vannak ilyenek. Tehát őknek ez a munkájuk, hogy ezeket kiszűrjék. Hát most én pont fölakadtam a rostán 7%-kal. Jó, a 10% sem volt teljesen fair, de alapvetően ez volt a probléma, hogy engem átbaszott az előző tulaj, ilyen 200-300 kilóval. Remélem tetszett, ha igen, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, légy szíves. Ha nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg, hogy megnyomod a feliratkozás gombot, illetve a harangikonocskát, hogy minden értesítést megkapj, hogyha új videót töltök föl. A következő részben remélem találkozunk. Addig is, sziasztok!